Sziasztok, Bebe vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Képzeljétek el, szuper hírem van, megtanultam ugyanis kakaós makaront sütni, aminek a héjában is van kakaó. Ez azért olyan nagy dolog számomra, mert körülbelül 4 vagy 5 nekifutásra sikerült csak megvalósítani azt az elképzelést, hogy ugye sötét legyen, jó kakaós íze legyen, valamint a külsőre is az legyen, amit ugye elvárunk egy makarontól. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a kakaós makaron receptemet. Ha még soha nem készítettél makaront, akkor ne ezzel a videóval kezd, ezt már inkább haladóknak ajánlom, olyanoknak, akiknek már volt sikerélményük olasz módszerrel készülő makaronnal. Ha még kezdő vagy, akkor nézd meg a makaronról szóló lejátszási listámat, itt YouTube-on megtalálod. Szóval az olasz és a francia módszerrel készülő makaront is bemutatom, valamint eszközökről is, anyagokról is szó esik, sok hasznos információval, amire szükséged lehet a későbbiekben, hogyha te is nagyon érdeklődsz a makaronok iránt. Szóval, hogyha érdekelt titeket, hogyan készítem ezt a tripla csokis makaront kakaós héjakkal, tejcsoki ganázssal, valamint egy kis extra fehér csokis töltelékkel, akkor maradjatok velem! Elkészítéshez szükségünk lesz 125 g mandulalisztre, 110 g tojásfehérjére, nálam ez 4 darab elles tojásból lett meg, 150 g kristálycukor, 150 g porcukor, 25 g holland kakaópor, valamint 38 g víz. Ezt a felsorolt anyaghányadot a videó leírásában is megtaláljátok majd. A töltelékhez pedig szükségünk lesz 10 deka tejcsokoládéra, 1 deciliter tejszínre, valamint 1 teáskanálnyi vajra. A csokit törjük egy magas falú edénybe, adjuk hozzá a vajat, majd öntsük le a forró tejszínnel. Egy picit hagyjuk állni, olvadozni, kavargassuk meg, majd 2-3 perc múlva botmixerrel egyneműsítjük az egészet. A leturmixolt tejcsoki ganást öntsük egy leveses tányérba, majd fedjük le folpakkal. Tegyük hűtőben 4-5 órára, hogy kellőképp stabilizálódjon, de akár 1-2 nappal előtte is elkészíthetitek. Most elérkeztünk a makaronhéjak elkészítéséhez, mérjük le a hozzávalókat, én a mandulalisztből mindig 10-15 g-mal többet mérek, hiszen lesz majd valamennyi, ami fennakad a szitán. Majd az átszitálás után természetesen ismét mérjük le, hogy meglegyen pontosan az a 135 g, amire szükségünk lesz. Ezután adjuk hozzá a 25 g holland kakaóport, valamint a 150 g porcukrot. Ezután pedig keverjük el a száraz hozzávalókat, majd ismét szitáljuk át. A 110 g tojásfehérjét válasszuk 2 adagba, majd kezdjük el főzni a cukorszirupot. Kezdjük el főzni a szirupot, amint eléri a 116 fokot, kezdjük el habosítani a tojásfehérjét. Aztán, amint a szirup 118 fokos lesz, vékony sugárban csurgassuk a habhoz, majd habosítsuk 6-7 percen keresztül magas fokozaton. Ezt nagyon részletesen elmondtam több előző videómba, amit belinkelek a leírásban, és ott tudtok még informálódni. Amíg a tojásfehérje habosodik, a másik adag tojásfehérjét, tehát a másik 55 g-ot adjuk hozzá a kakaós mandulalisztes porcukros keverékünkhöz. Egy nagyon erős spatula segítségével alaposan keverjük össze. Az elején egy kicsit még morzsolódni fog, de szépen összeáll majd a végére. Mindkét masszával elkészültünk, és most egész egyszerűen hozzáadom a mandulás masszánkat a tojásfehérjéhez, majd egy alacsonyabb fokozaton, nagyjából egy fél percen keresztül hagytam, hogy a gép tegye a dolgát helyettem. Így néz ki a massza nagyjából, szerintem ez az állag szuper, nyilván keverni fogok még egy kicsit rajta, hogy az oldalán lévő tojásfehérjét is beledolgozzam, de elégedett vagyok. Picikét még átkavarom, hogy tökéletes legyen az állaga, majd végül egy habzsákba töltöm. Ezután vegyünk elő egy nagy tepsit, tegyük rá a sütőpapírt, vagy a teflonlapot, vagy szilikonlapot, amin dolgozni szerettek. Én tettem alá egy papírt, amire kijelöltem így a köröket, hogy nagyjából egyforma méretű makaronok legyenek. És nincs is más dolgunk, mint szépen kinyomkodni. Ha ezzel megvagyunk, egy kicsit csapdossuk a tepsit a pulthoz, vagy kicsit így rázogassuk meg a sütőlapot, hogy elterüljenek rajta a makaronok, valamint a felesleges levegő is távozzon. Aztán egy fogpiszkáló segítségével simítsuk el a kis egyenletlenségeket, és a buborékokat is pukkasszuk ki velük. Meg vagyok a többivel is, jó sok makaronunk lett, néhány picikét is csináltam, ezek dekorációs szempontból szuperek lesznek.
Az olasz módszerrel készülő makaront nem szoktam túl sokáig pihentetni, hiszen ha jó a szirup és jó a hab, akkor nem lesz gond 10 perc pihenés után sem. Most mégis úgy alakult, hogy 40 percig hagytam őket a pulton, amit látjátok, egyáltalán nem ragadt az ujjamhoz, és most egy picike, tényleg csak egy nagyon kevés kakaóval meghintem a tetejét, hogy még szebbek legyenek és még kakaósabbak. Ezután pedig már csak megsütnünk kell a makaronokat 150 fokra előmelegített sütőben 16-18 percig, alul-fölül sütéssel sütjük őket. Ha a sütést illetően bizonytalanok vagytok, akkor körülbelül a 15-16. Perc környékén nyissátok ki a sütőt, érintsétek meg a makaront, és hogyha még lötyög az alja, akkor az azt jelenti, hogy nyers, még 2-3 percet biztosan bent kell maradnia. Ezen a tepsin lévő makaronok szinte mind ideálisak lettek. Sajnos, ami a másik tepsin volt, a sötétebb teflonlappal, az nem lett mindegyik ilyen szép, mivel azt az AliExpressről rendeltem, és sajnos elég rossz minőségű, úgyhogy azon biztos, hogy nem fogok makaront sütni. Eléggé eldeformálódott néhány, valamint volt, amelyik teljesen letapadt, úgyhogy ezek a darabok lesznek a kóstoló példányok. Nem ajánlom nektek ezt az AliExpress-es teflonlapot, inkább vegyetek valami jobb minőségűt. Összességében azért így is elég komoly mennyiség lett, és ilyen szép kakaós belül. A héjakat párosítjuk össze, majd egy műanyag dobozban, hűtőben tároljuk a betöltésig. Most egy kicsit a töltelékkel fogunk foglalkozni. Itt pont fehér csokoládét olvasztok forró vízben, hiszen a mikronk elromlott. De így is meg lehet oldani. Most vegyük elő a tejcsoki ganást, nálam ez már másnap történt meg, amint látjátok, hogy jó kis állaga lett, elég sűrű, és most nem lesz más dolgunk, mint egész egyszerűen kihabosítani. Ez a lépés természetesen elhagyható, betölthetitek csak a sima, kihűlt ganással a makaronokat, de így egy kicsit sejmesebb lesz az állaga, ki lehet próbálni ezt is. Amint elkezd sűrűsödni, hagyjuk abba a habosítást, mert innentől már nagyon könnyen túlverhetjük, és akkor kicsapódik. Egy picit kavarjuk át, majd töltsük egy habzsákba, amihez szintén ezt a kedvenc 9 mm-es csövemet használtam. Amint előkészítettük a makaronhéjakat, kezdődhet is a betöltés. Tudjátok, előtte mindig megkeressük a párját, ami tökéletesen illik hozzá, és kirakjuk mellé, hogy kéznél legyen. És a krémet ne sajnáljuk belőle. Majd jöhet az olvadt fehér csoki, ami egy icipicit már visszasűrűsödött, pont jó lesz vele dolgozni, és nyomkodjuk a tejcsoki ganásnak a tetejére. Ez, ha kihűl, nagyon szépen megköt, és ropogós lesz. Ezután tegyük rá mindegyikre a tetejét, majd finoman nyomjuk meg, hogy picit elterüljön a töltelék. Egy műanyag dobozba felállítva helyezzük el őket, de mielőtt még betesszük a dobozba, egy picit igazítsunk rajta, most még könnyű igazítani, amíg a krém nem kötött meg teljesen. A kész makaronokat jól záródó dobozban tároljuk a hűtőben. Ilyenkor még kemények a héjak, és a harapás közben a krém kicsúszhat közülük, de egy-két nap múlva tökéletesen megpuhulnak, és akkor lesz olyan igazán finom a makaron. Nagyon szép sötét a belseje, és nyugodtan tölthetitek étcsokival, vagy bármilyen más krémmel. Valamilyen kávés vagy karamellás krém is igazán jól passzolhat hozzá. Hát bízom benne, hogy segítettem nektek ezzel a videóval, és megtanultok 10 szép kakaós makaront sütni. Hogyha tetszett ez a videó, el ne felejtsétek lájkolni, és iratkozzatok fel, ha azt még nem tettétek. Sok sikert és szép napot kívánok nektek! Sziasztok!